Kutyákkal sétáltak Sepsiszentgyörgy főterén szombat délelőtt, hogy felhívják a figyelmet az ebek örökbefogadásának fontosságára. Egyre több kutya kerül ugyanis az utcára, onnan pedig a menhelyre, ahol az esetek többségében elaltatják őket. Ezt elkerülendő szervezték meg a kutyás felvonulást. Csak nem 50 kutya gyűlt össze szombat délelőtt Sepsiszentgyörgy főterén, hogy felvonuljanak kísérőikkel. Volt köztük fiatalabb és idősebb, 4 és 3 lábú, de mindegyikükben közös, hogy örökbefogadással kerültek gazdáikhoz. A szépmezői kutyamenhely az Émi gazdátlan ebek és a Justice for Animals Egyesület összefogásával megrendezett esemény célja volt felhívni a figyelmet az örökbefogadás fontosságára. Hiszen a romániai törvények szerint 14 nap után minden 4 lábú elaltatható a kutyamenhelyen. Fontos, hogy minél több kutyát fogadjunk örökbe a megyében lévő több állami menhelyről. Szentgyörgyön szerencsés a helyzetünk, itt nem történt ilyen tömeges altatás, viszont a megyében több településen, több városban is megtörténnek ilyen tömeges altatások, mivel nincsen elég örökbefogadó, és az utcára folyamatosan termelődnek a kutyák, szóval az egyedüli megoldás szerintünk az örökbefogadás, illetve az ivartalanítás. Volt, aki saját örökbefogadott ebével érkezett, de olyan is volt, aki gazdát keresett. Bár számos ingyenes ivartalanítási akciót szerveznek az állatvédő egyesületek, még így is rengeteg újszülött kutya kerül utcára. Kidobták Rétyen. 9 testvéréves, 3 alatt életben. És ő az egyik. És kihoztam az első sítájára, és gazdát keresni. A megjelent kutyák legtöbbje így gyártó Nándor és Póra Kinga segítségével talált otthonra. A felvonulás célja volt többek között azt is megmutatni, hogy nem kell félni a traumatizált kutyáktól. Ők is ugyanolyan jól kezelhetők, mint egészséges társaik. Egy traumás 3 lábú kutyával vagyok, akit annó megmentettünk. Nem fogad el senkit, úgy alapjába véve. Kutyákkal nagyon jó, viszont mikor hozzám került, akkor engem is evett meg. Tehát lehet őket, nagyon sokat lehet módosítani a viselkedésüket, és ha érzik a szeretetet és a törődést, akkor teljesen megváltoznak. Egy rövid eligazítás. December 1 úton egészen az állomási körforgalomig, aztán pedig vissza. És mehettek is a boldog ebek és lelkes gazdáik végig a városon. Az akcióval csodát ugyan nem tudnak tenni, de a felvonuló kutyabarátok, ha az összes ebnek nem is, jó néhány állatnak varázsolják szebbé az életét.